Emelkedett a tanulószerződések száma ebben az évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kereskedelmi és Iparkamara 3000 tanulószerződést tart nyilván. Gondot jelent, hogy a szerződések számát egyelőre nem követi a gyakorlati képzőhelyek száma. Ebben az évben növekedett a megkötött tanulószerződések száma, köszönhetően annak, hogy tavaly lépett életbe a kamarai garanciavállalás rendszere. Ez az intézkedés nagyban segítette a tanulókat a szerződéseik megkötésében, valamint abban, hogy a duális képzés keretében külső cégnél tudják a gyakorlatukat teljesíteni. A szerződések növekedését azonban egyelőre nem követi a gyakorló képzőhelyek száma. Most körülbelül 420 gyakorlati képzőhely fogadja a diákokat, de szeretnék, ha több vállalkozás is bekapcsolódna az oktatásba. 320 gazdálkodó szervezet 420 képzőhelyén valósul meg a gyakorlati képzés, és ez a közel 3000 tanulószerződéshez képest azt kellene, hogy egy kicsivel több gyakorlati képzőhelyünk legyen. Ez a jövő feladata, mindenféleképpen szeretnénk megtalálni a lehetőségét új potenciális képzőhelyeknek a bevonására a rendszerbe. A konferencián a szakképzés aktualitásairól, a megyei munkaerőpiaci helyzetképről is hallhattak előadásokat az érdeklődő vállalkozások és oktatási intézmények képviselői. A témát folytatjuk itt a stúdióban Pályer Attilával, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettesével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Főigazgató helyettes úr, hogyan látják most az iménti felvezető anyagban is azért arról volt szó, hogy a szakképzés átalakítása az egy hosszú folyamat, ami már elkezdődött, és ebben nagy szerepe volt a kereskedelmi és iparkamaráknak. Az elmúlt három-négy év milyen eredményeket hozott, vagy tud felmutatni a szakképzésben? A szakképzés halkorom örök változásban van. Én ma ezt a utat járom 25 éve, mondhatom igazából, tehát tudok mondani példákat is rá, de szorítkozzunk a kérdést utóbbi 2-3-4 évnek a történéseire. Én azt mondanám, hogy inkább az utóbbi 2 évet venném alapul, amiben igazából a centrum létrejött, mint szakképző intézmény vagy iskola. Ugye 15 júliusában kiváltak a szakképzőiskolák a KLIK fenntartás alól, és létrejött egy ilyen új fenntartói forma, ezek a szakképzési centrumok. Ugye mindenképp az volt a célja a fenntartónak, a Nemzetközi Minisztériumnak, hogy legyen egy olyan szervezeti egység, amely igazából a szakképzésre koncentrál, többet az iskolákat, és igyekszik olyan piacképes alacsony diákjainak, amiket tudnak lépni a munkaerőpiacra. Ugye mit jelent ez a valóságban, illetve a gyakorlatban? Az iskolák, ugye nálunk is 8 iskola van, ami tartozik hozzánk, ez 8 nyíregyházi iskola, illetve 2 vidéki iskola van, Tiszavasi Tiszalöki iskola, a részese még ennek a centrumnak. Ebben a 8 iskolában, 10 iskolában igazából megvalósult az, hogy a korábbi önállótlanság mellett önállóak váltak az iskolák. Önállóak szakmai és önállóak gazdasági értelemben is. Tehát igazából hasonlít az a rendszer az elmúlt 6-7 évnek az előzményeihez. Visszatértünk majdnem az a folyamathoz, egy picit másabb a dolog, ugye, mert maga a centrum lett a szakképzőiskola, ő irányítja, vezeti ezt a 10 szakképzőiskolát, és fenntartja igazából a működésüket. A szakképzés utóbbi másfél évén azt mondhatom, hogy lényeges változások történnek. Például mondok rá példákat is önnek. Az első felnőtt oktatás. Ugye rájött a kormányzat arra, hogy a munkaerőp egyre kevesebben vannak, akik szakképzettek, sőt, egyre kevesebben ember jut ki a munkaerőpiacra, növelnék azok számát, akik tudnak elhelyezkedni esetleg másik szakképzés megszerzésével. 15 szeptemberig indul az a folyamat, amikor a másik szakképesítés ingyenessé válik az oktatási rendszerben, akkor mi beiskoláztunk több mint 1000 főt a rendszerünkbe, és idén szeptemberig újra 1300 feliratkozik az iskolánkba, aki tanulnak munka mellett és tagozat formájában. Most ezeket a képzéseket, ha most a felnőtt képzést elkezdtem mondani, ugye meg a szakképzést is folyamatosan a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítani, nagyon sokszor elmondjuk ezt, mit látnak azok, akik felnőtt képzésben végeztek, beiskolázták őket, nem tudom, 6-7-8-9 hónapos tanfolyamokon részt vettek, el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, vagy a munkaerőpiac annyira gyorsan változik, hogy lehet, hogy nem lesz hely számukra, és akkor újfajta szakképzésre, újfajta szakirányokra van szükség már is. Én hiszem azt, hogy aki iskolába jár, és gyors képzésben vesz részt. Ugye a felnőtt oktatás az 2 év, ugye nem rövid a 2 év, tudom azt mondani, hogy a 2 év az elég hosszú időszak. Az is az ítélkezik hozzá, mert vannak jövőképei. Ott akar kezdeni a szakmájában, amit meg fog szerezni. Rövidebb a felnőtt képzési idő, az intervallum, ami azt mondja, hogy fél év, egy év, igazából időmat ölel fel. Tehát azt mondhatom önnek, aki felnőtt feliratkozik be iskolába, annak célja van, munkahelye van, lehetőségei vannak.
Jó, hát ez igaz erről az oldalról, és hogyha megnézzük a másik oldalt, az, hogy a munkaerőpiacnak igényei vannak és elvárásai vannak, az lehet, hogy a szakképzésben az oktatók, az oktatásnak sem jó, tehát az oktatásnak is igazodni kell. Tehát van-e annyi szakma oktató például, hogyha a munkaerőpiaci igények felmerülnek, nem tudom, most vannak ugye a hiány szakmák, tehát tudják-e a képzést biztosítani? Az iskolarendszer kicsit nehezebben reagál erre a folyamatra, ugye, mert 4, illetve 5 évről beszélünk egy képzési idő intervallumban. Tehát jól meg kell satszolni az iskolának azt, hogy mit indít el, és mi lesz szükség az 5 év múlva. Igyekszünk a piacon azért körbenézni. Beszélünk a kamarával rendszeresen, a gazdálkodókat is szólva tartjuk, hogy lássuk, milyen igényeink vannak. Ugye a megkeresés is rengeteg érkezik hozzánk, hogy itt iskolázzunk be. Ugye nagy igény lenne a hiány szakmákra. Ugye mondta ön is, hogy hiány szakma van a piacon. Idén már 20 hiány szakmára beszélünk a oktatásügyben, ebből több mint 10-et oktatunk a centrumunkban is. Ugye ez az a probléma, hogy hiány szakmára beszélünk, azért lesz hiány szakma, mert nagyon kevesen érkeznek ezekre a képzésekre. Tehát van gyerekünk, gyereket szerzünk, marketing munkával, ösztöndíj programokkal, de még mindig csak a létszám, ami ki tudja elégíteni ezt a hiányt, amit a munkaerőpiac mutat ebben az irányban. Azért kérdezem ezt, mert ehhez önöknek is, ehhez az egész folyamathoz elég nehéz lehet igazodni, illetve hát azért el kell mondani, hogy a szakképzőcentrumokra nagyobb teher hárul is rá, hiszen például a felnőtt képzést és a szakképzésnek is egy részét a többi iskolarendszerből úgy lassan-lassan kivezetik, vagy valahogy kivezetődik, éppen a hiány szakmák miatt egyébként, mert hogy hiány szakmákban ezekben a képző, vagy ezeken a képzőhelyeken nem tudnak képezni szakembereket, akár a magániskolákra gondolok, és egyéb alapítvány, stb. Iskolákra is részben. Tehát én azt hiszem, hogy előbb-utóbb eljön az az idő, amikor a rövid időképzésnek is megjön a létjogosultsága, és át kell venni az iskoláknak azt is, hogy ne csak 5 évben gondolkodjunk, 4 évben gondolkodjunk, hanem akár 6 hónapban, vagy 8 hónapban. Mert a munkaerőpiac úgy fog igényelni tőlünk munkaerőt, hogy akár 6 hónap múlva már neki szükséges emberanyagot elő kell teremteni az iskolában is, és erre kell nekünk átállni a nappali rendszeroktatás mellett a felnőtt képzésben. Nagyon sok mindenről beszélgethetnénk még, hiszen ennek az egész átalakításnak a harmadik lába az ösztöndíjrendszer, de erről legközelebb fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen, főigazgató helyettes úr, hogy itt volt nálunk.